5 járás, 55 település, 11 város és 10 rendőrös tartozik a nyíregyházi rendőrkapitánysághoz. Összesen 263 ezer fő biztonságáért felelnek a munkatársak, mondta évértékelő tájékoztatóján a nyíregyházi kapitányság vezető. Illés László hangsúlyozta, a regisztrált bűncselekmények zömét tavaly is Nyíregyházán, illetve a nagyobb városokban követték el, számuk azonban csökkent. A kapitányság illetékességi területén egy közel 23%-os bűncselekményszám csökkenés, a megyei jogú város területén pedig ezt meghaladó 32,2%-os bűncselekményszám csökkenésről tudok beszámolni. Ahogy a megyei rendőrfőkapitányság évértékelésén is elhangzott, a 2016-os év egyik legmegdöbbentőbb bűncselekménye nyáron történt. Egy romániai származású orvos Oroson egy családi házban lelőtt egy kétgyermekes anyát gyermekei előtt, a nő férjét pedig életveszélyesen megsebesítette. Az eseten kívül még egy emberölést és egy emberölési kísérletet regisztrált a nyíregyházi rendőrkapitányság 2016-ban, azonban a legtöbb kategóriában csökkent az esetszám, ehhez többek között a polgárőrség és a közterületfelügyelők együttműködése is hozzájárult, valamint a több mint 170 térfigyelő kamera jelenléte. A kamerák felvételeinek segítségével több rongálót is elkaptak a nyíregyházi rendőrök. A kapitányság vezető a tájékoztatón hangsúlyozta, a testi sértések száma 22%-kal, a garázdaság 34%-kal csökkent, de a legjelentősebb eredményt a rablások terén regisztrálták. 2016-ban 12 ilyen bűncselekményt sikerült regisztrálni, még megjegyzem, 2010 környékén ilyen 40-es, 50-es ügyszámokkal mozgott ez a kategória. Annál is inkább kiemelt ez a kategória, hiszen az egyik legsúlyosabb bűncselekményi deliktum az emberülés után, és ebben a kategóriában a nyomozás eredményességünk, ez egy közel 80%-os értéket mutat, azonban kiemelném azt, hogy az úgynevezett felderítési eredményességet itt külön mérjük, ami azt jelenti, hogy az ismeretlen tettes ellen indult eljárásokat milyen arányban derítjük föl, és ebben 100%-os eredményt értünk el, vagyis valamennyi ismeretlen elkövető által elkövetett ilyen cselekményben eljutottunk a gyanúsítható személyig, és őrizetbevételéről intézkedtünk. Illés László hozzátette, több esetben találtak kábítószer gyanús növényi származékot és új pszichoaktív anyagokat Nyíregyházán és környékén. A rendőrök itt átlagosan 16 perc alatt érnek ki egy-egy bűncselekmény helyszínére.